Elsősorban azokról a mezőgazdasági kapcsolatú eszközökről van szó, amelyeket általában a szántóföldeken használnak. Ilyenek a különféle prések, a trágyaszórók, a permetezőgépek, illetve a mögöttem látható nagy tárcsák is, amelyek gyakorlatilag nem rendelkeznek beépített légfékkel, illetve irányjelző berendezéssel. Azért nincs szükségük semmilyen fékberendezésre, mert a traktor a saját súlyával állítja meg ezeket az eszközöket. Éppen ezért merült fel a kötelező bejegyeztetés és a műszaki vizsgálat során ez a probléma. Ezek a kapcsolható eszközök most kikerültek a bejegyzési kötelezettség alól, illetve műszaki vizsgára sem kell vinni őket. Nálunk a mezőgazdaságban főképp a kistermelőknek minden pénz nem kiadás az egy nagy segítség. Tehát ez most egy traktor után 5-6-9 kapcsolható eszköznek a regisztrálása, az nekünk mind terhelés volt, tehát ez csak jó irányba mozdította el a dolgokat. Így a termelőknek egy jelentős problémája oldódott meg, hiszen sokukat megbüntették éppen ezen munkaeszközök miatt. Nyersbakó Tamás fiatal ludasi gazdát a rendőrök többször is megbírságolták, még az engedélyét is bevonták 3 hónapra. Azt mondták, hogy oldjuk meg ezekkel a gépekkel, nyári úton, földi úton, de mivel, hogy mi itt Ludason a főút mellett lakunk, tehát a kapunk kiérsz, abban pillanatban a főúton vagy. Ludason az elmúlt években a most már hatályon kívül helyezett törvénynek elegettéve sokan bejegyeztették kapcsolható eszközeiket. Telefonon kerestük a szabadkai közlekedési rendőrség illetékeseit, érdeklődésünkre azt mondták, akik regisztrálták ezeket az eszközöket, azoknak továbbra is műszaki vizsgára kell majd vinni azokat. Nyersbakó Gézának csak nem 500 eurójába került a trágyaszóró bejegyzése. Belementem, leregisztráltam, van táblám, van könyvem, de ezt nem tudom elfogadni, hogy egyszer kell, egyszer nem kell. Ezt nem tudom hova tenni. A Pannon Televízió Szubjektív című műsorának felvételén Fehér László, közlekedésbiztonsági szakember pontosította, mi is az, amit nem kell ezentúl regisztrálni. A traktorhoz kapcsolható olyan eszközöket, amelyek munkavégzésre használhatók, és használják, és azzal mennek a földekre. Tehát azt jelenti, hogy a traktoristák nagyon azt gondolják most, hogyha pótkocsit kapcsolnak hozzá, amivel szállítanak, hogy nem kell. Csak amivel munkákat mennek végezni a határba. A műszaki vizsgáztatók azt mondják, ők még semmilyen értesítést nem kaptak az új törvénymódosításról. Egyébként is, mivel fékrendszerük nincs, eddig is egyedül csak a kapcsolható eszközök fényberendezéseit tudták ellenőrizni.